Az idegenforgalmi szezon kezdetével a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak új rendőrkapitánya lett, a kinevezés azonban nem jelenti azt, hogy megváltoztak volna a prioritások, Budavári Árpád kapitány úrral beszélgettünk. Amikor megérkeztünk, akkor azt mondta kapitány úr, hogy még nem teljesen rendezkedett be. A megye nem új, a város viszont új az ön számára. Hogyan teltek az első hetek, és hogy érzi magát Gárdonyban? Teljesen jól mondta, a megye nagyon nem új, most már 26. éve ebben a megyében dolgozom. Nagyon sokféle beosztásban. Eredendően dunajvárosi rendőr vagyok. Sok állomás vezetett ide Gárdonyig, aztán most már ideje, hogy itt is otthonosan érezzem magam, így is kezd lenni. Egy nagyon jól menedzselt rendőrkapitányság, egy nagyon szép környék és egy nagyon szép elhelyezési környezet várt itt engem. Azt gondolom, hogy nem volt feladatom, hogy mondjuk valamit a fejéről talpára állítsak, hogy valami totálisan kiforgassak abból, ahogy volt. Egy működő rendszert kellett továbbvinni, nagyon jó együttműködéssel, a környező településekkel, szakértő kollégákkal, pihenni nyugalomra vágyó lakossággal, nekem az a dolgom, hogy ezt a helyzetet megőrizzem. Mikor szerelt fel rendőrként? Miért döntött úgy, hogy rendőr lesz magából, és hát mennyire járta, hát nagyon végigjárta ezeket a lépcsőfokokat szintről szintre? Semmilyen regényes történet nincs amögött, hogy én rendőr lettem. Sőt, bocsánat, rendőr vagyok. A gimnázium végén teljesen találástalan voltam abban, hogy hova jelentkezek, és egy barátommal kalandvágyból véletlenül jelöltük be gyakorlatilag a rendőrtiszti főiskolát, és legnagyobb megdöbbenni sem sikerült. Viszont az most már kevésbé megdöbbentő, visszafele nézve 1992-re, onnantól vagyok rendőr, hogy ebből egy szerelem lett, azóta is tart. Nagyon szeretek rendőr lenni, nem is nem tudom elképzelni, hogy mi lehetnék más. Voltam ugyanelőtte egy kicsit kohász Dunajvárosban, de azt gondolom, itt van az én helyem. Aztán, ahogy az ember cseperedik, mint rendőr, úgy nyílik ki a szeme a világra. Dunajvárosban kezdtem a rendőrtiszti főiskolá végezés után a bűnügyi munkámat, ott nyomozó voltam, majd Pest megyei rendőrfőkapitányságon Budapesten dolgoztam, itt nagyon komoly életellenes bűncselekmények nyomozásába vettem részt, nagyon jó iskola volt ez nekem. Visszakerültem Dunajvárosba, még mindig nyomozóként. Végigjártam a Szamárlétrát, 2003-tól a kapitányság bűnügyi osztályvezetője lettem, 2008-tól kapitányság vezetője. Aztán ez tartott 2012-ig, akkor én a megyei főkapitányságra kerültem, az ottani bűnügyi osztályt vezettem, onnan kerültem át Csárbogádra, majd onnan idén februártól ide. Mennyire más Gárdony városa a feladatokat tekintve, mint Csárbogárd? Azért egészen más a két település. Ez a harmadik rendőrkapitányság, amit irányítok, három teljesen különböző karakterű hely, egy iparváros, egy mezőváros, meg egy üdülő környezet. Amennyi a különbség, annyi az azonosság is. Az emberek pont ugyanannyi nyugalomra vágynak itt, mint Dunajvárosban, vagy Csárbogárdon, vagy bárhol az országban. Ugyanazt a nívót, ugyanazt a szolgáltatást várják. Nyilván ennek a megteremtése, ennek az előállítása, hogy szépen mondjam, vagy nem túl szépen mondjam, más rendőri eszközöket kíván meg, másképp kell nyúlni a közbiztonsághoz ott, ahol rengeteg a turista, vagy ott, ahol elsősorban terménylopások azok, amelyek megkeserítik az ember életét. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy mivel a jogszabályi környezet, a kollégák tudása, képzettsége ugyanaz, a feladat gyakorlatilag a cél ugyanaz, ezért nagyon sok mindent azért nem kell másképp csinálni. Ami itt új, az nyilván a tó. Dunajvárosban is volt egy Duna, ott azonban a
BRFK, Budapesti Rendőrfőkapitányság vigyázta a Dunavizét. Itt viszont nekünk kell magunknak a Velencei tavat figyelni, felügyelni, és biztosítani az itt nyaralóknak, itt ülőknek, itt pihenőknek a gondolanságát. Csapatmunka? Csak másképp nem is lehet. Ez csak így lehet, azt, hogy a kapitány személye más, attól még minden más ugyanaz, és ezt a nyugalmat ugyanazok az emberek fogják biztosítani, mint akik eddig, nyilván egy picit újabb szemlélettel, vagy egy picit más megközelítéssel, de alapvetően ugyanúgy csapatmunka marad, és ugyanaz eredmények is ugyanúgy teljes kapitányság, illetve nem csak a kapitányság, a települések, a lakók, a polgárőrök, az önkormányzatok összefogásából keletkeznek. Hogyan szeretné irányítani a Gárdonyi Rendőrkapitányságot? Melyik a legfontosabb célkitűzések, vagy elvárások, ha úgy tetszik? Tegnap avattuk a Pászékfrobban két állomását, Dinnyesen és Márkozdon is. Miközben a beszédek elhangzottak, miközben a ünnepség zajlott, azon gondolkodtam, hogy ez egy olyan esemény volt, amiről most el kell mondani, hogy ezt rendőrök csinálják, de menet közben, az esemény közben, a mindennapok életében csak azt kell lássák az emberek, hogy van ott néhány csavar, van ott néhány kulcs, van ott néhány szerszám, ami rendezheti, vagy nyugodtabbá teheti, vagy biztonságosabbá teheti a kerékpározásokat. Onnantól kezdve a rendőrség ebből a részéből kiszáll a eseménynek. És ha az, hogy emögött rengeteg ember gondolkodása, rengeteg ember cselekvése, rengeteg ember erőfeszítése van, azt az itt nyaralók, az itt kerékpározók már nem kell, hogy tudják. És valahogy így képzelem én a rendőrséget is, hogy a emberek gondolansága mi gondunk, de ezt nem feltétlenül kell minden 24 órában nekünk deklarálni, előjük vinni. Ha mi úgy tudjuk végezni a munkánkat, mint egy jó futballbíró, hogy közben nem mindig vagyunk észrevehetők, akkor szerintem nagyon jól tesszük. Persze kell látható rendőrség, és kell az, hogy az emberek szembesüljenek azzal, hogy vigyáznak rájuk, de nagyon sok olyan területe van a biztonságnak és a rendnek, amikor éppen az a megnyugtató, hogyha anélkül tudom jól érezni magam, hogy nem feltétlenül kell azt tudnom, hogy minden percben vigyáznak rám. Elkezdődött a nyári szünet, itt a vakáció, hát lassan megtelik a tó turistákkal, nem csak az itt lakók, hanem az ide látogatók is adnak feladatot, hát ilyenkor a rendőrség is egy kicsit megváltozik. Hogyan készültek fel erre az idegenforgalmi szezonra, és mivel találkozhatnak az ide látogató turisták? A Gárdonyi Rendőrkapitányságot nem érheti már felkészület, mert a szezon egy jól összeszokott gárda az, amelyik itt biztosítja a rendet nyaranta is. Nyilván kapunk megerősítést a készleti rendőrségtől, a megyei rendőrfőkapitányságtól, nem vagyunk egyedül, egészen más az élet intenzitása itt nyáron, mint az év többi időszakában, tehát egészen másképp kell, nagyobb erővel, nagyobb figyelemmel kell lennünk akár a nyaralókra, akár a közlekedésre, akár a kerékpárral közlekedőkre, akár a vízen tartózkodókra. Mindenre készülünk, a Bike Safe Flow-ban az egy program az egyik ilyen újítás, amit idén bevezettünk. Ugye a tó körül rengeteg munka zajlik, átalakul a tó arcolat a bizonyos részeken, és erre a vízi közlekedési szakembereinknek kell odafigyelni. Azt gondolom, hogy a strandok azok újabb olyan helyszínek, ahol nekünk az a dolgunk, hogy mások nyugodtan töltessék az idejüket. Van számos rendezvény, így a Refot, amit majd Sukoron megtartanak, most már egészen biztos idén-nyáron is. Tehát van mire készülnünk, ládosan tesszük is a dolgunkat, illetve hát most már nem csak a készülés, most már végrehajtás fázisában is vagyunk, nagyon sok mindent a mindennapokban kell megoldanunk. Ehhez azonban az önkormányzatok partnerek, a polgárőrségek partnerek, tehát nem vagyunk egyedül, nem csak azért, mert jön a készületi rendőrség, vagy jön a megyei rendőrfőkapitányság, hanem azért sem, mert olyan önkormányzatokkal, olyan partneri hálózattal vagyunk körbevéve, ami minden napokban segíti a munkánkat.
Kicsit érjünk vissza, a Tóra említette, hogy a velencei tavon a biztonságot a gárdonyi rendőröknek kell biztosítani, ez hogyan zajlik, milyen ütemben hányan látnak el szolgálatot, és hogyha valaki a vízbe bajba kerül, akkor hogyan tud segítséget kérni, vagy mi történik ilyenkor? Április 1-től üzemel a viharjelzés a tavon. Innentől kezdve a fürdőzők biztonságát fokozottan figyelni kell. Nyilván az áprilisban még csak egy elméleti helyzet, azonban a nyár melegével ez teljesen mindennapi feladattá válik. Ugye a rendőrkapitányság közlekedésrendezi osztályán dolgoznak azok a vízi közlekedési körzeti megbízottak, akik a hajókkal védik a fürdőzőket, a szörfözőket, vitorlázókat a tavon a nap 24 órájában. Nagyon jó az együttműködésünk a nagy testvérrel, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal, számos szakmai információcsere, de akár a hajóink karbantartása, és most már közös munkánk, közös erőfeszítésünk, és ez sokat jelent, hiszen a Balaton sokkal régebben, sokkal intenzívebben élik át a nyári turista időszakot. Szóval nem készültenek a kollégáink, képzettek arra, hogy embereket mentsenek a tóból, a hajóink alkalmasak arra, hogy ezeket a mentéseket végrehajtsák. Azt gondolom, hogy mivel évek óta nem volt már, hál' Istennek, haláleset, és ez ugye az elődeim, az elődöm a kapitányság munkáját dicséri, ezért azt szeretnénk, hogyha idén sem fordul elő ilyen. Milyen feladatok várnak még a rendőrökre ebben a nyári időszakban, akár a közlekedés, akár a bűnmegelőzés területén? Mindennapok feladatai azok a mindennapi rendőri munka részei az év 365 napjában. Nagyon látszik az embereken az, hogy felszabadultak a Covid okozta bezártság alól, és örömmel jönnek. Gyakorlatilag egymást érik a bringások, hétvégén konvoj, gyakorlatilag egy összefüggő tókolli konvoj alakul ki a biciklisekből. Ez egy nagyon szép látvány, és nagyon nagy megnyugvás, hogy ezt már lehet. Nekünk azonban ébreknek kell maradni abban, hogy az ő biztonságuk az hosszú távon biztosítsa zavartalanul a itteni szórakozás lehetőségét. Ahogy mondtam, számos rendezvény van a tó körül a nyári időszakban, a legnagyobb az EFOT. De itt Gárdonyban is a tó körüli számos településen kisebb-nagyobb fesztiválok egymást érik. Ott kell lennünk, figyelnünk kell, bevonva a polgárőröket, kérve az önkormányzatok segítségét, figyelve mindenki biztonságára. És hát segíteni fogunk a megyében zajló más rendezvények biztosításában is. Gondolok itt a hagyományosan az Ozola Fesztiválra, ami ugye a volt rendőrkapitányságom Sárbogárd területén zajlik, vagy a Fezenre, mindenhol ott vannak a gárdai rendőrök, és hát idén egy plusz nagy feladat a labdarúgó Európa-bajnokság, aminek van egy külön gárdai vonzata, hogy a francia válogatott itt száll meg, ezt most már mindenki tudja, és ebben azért számos biztonsági, biztosítási feladatunk van, amelyet szintén a megyei rendőrfőkapitánysággal és más utalterőkkel közösen hajtunk végre. Milyen nyarat kíván a gárdonyi rendőrkapitányságnak, illetve a Gárdonyban látogatóknak? Olyat, ami 2019 előtt volt. Eseménydúsat, nyugodtat, vidámat és biztonságosat. És ha ebben mi tudunk segíteni csak azzal, hogy itt vagyunk, azzal, hogy észrevétlenek vagyunk, vagy éppen nagyon is észrevehetőek, akkor azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy nyugodt és eredményes és eseménydús nyara lesz. Kerékpáros szervizoszlopot adtak át Agárdon és Pákozdon. A megyei rendőrség és a bűnmegelőzési tanács Bike Safe programjának részeként állítottak fel szervizpontot a kerékpárút mellé. Akkor a kerékpárt ide rá tudod helyezni, felteszed a kerékpárt, különböző szerszámok, eszközök vannak ide kihelyezve. Gárdony polgármestere azt mondja, a hétvégente sok ezren bicikliznek itt, így a kerékpáros pont a lehető legjobb helyre került. Én is kerékpározom a tó körül, és néha eszembe jut, hogy ha most hirtelen történne valami a gumimmal, vagy szelep meghibásodna, akkor most kit hívnék föl, hogy jöjjön menteni, tehát ez előfordulhat, és én örülök minden ilyen fejlesztésnek, ami komfortosabbá teszi a velencei tó körüli kerékpárutat. Ez egy, reméljük, hogy még lesznek más fejlesztések is. Rengetegen jönnek, szombaton én is körbenéztem, összefüggő sorrend, tehát liba sorba, majdnem csak úgy, hogy nem lehetett előzni se, több százan itt ezen a szakaszon is kerékpároztak. Én nagyon örülök.
testnevő tanárként ez nekem fantasztikus élmény, hogy ennyien sportolnak Magyarországon. A biciklis pontot a kerékpárút mellett hozták létre, egyrészt azért, hogy segítsék a sportolókat, valamint annak érdekében, hogy népszerűsítsék a Bike Safe bűnmegelőzési programot. Ehhez tartozik egy adatbázis, amelyben országos szinten közel 100 000-en regisztrálták a kerékpárjaikat egyedi azonosító számmal és fényképpel. A Velencei tó környékén nagyon megnövekedett a kerékpáros létszám, ezért egy olyan biztonságos rendszert szerettünk volna annak idején kitalálni itt a Fejér megyei rendőrfőkapitányság, illetve a Székesfehérvár és környéke vagyonvédelmi alapítvánnyal közösen, ami a kerékpárosok biztonságának, illetve a kerékpárok biztonságát szolgálja. Közel 6 éve elindult a Bike Safe program országosan, aminek elég nagy sikere van. Nagyon sok kerékpáros regisztrál. Most érkezett el az az idő, hogy egy kicsikét segítsük a kerékpárosoknak az életét azzal, hogy a főbb kerékpár útvonala környékén egy szervizoszlopot tudjunk elhelyezni. Ebben a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács segített, hiszen ő finanszírozza. És itt ennek a segítségével kapnak tájékoztatást a szervizoszlopot magáról a Bike Safe-ről, illetve hogyha nehézségbe keverednek a kerékpáros, mert szervizelni kell a kerékpárját, elromlott rajta valami, akkor ennek a szervizoszlatnak a segítségével meg tudja szerelni. Valamint a kerékpárját, ha felhelyezi ennek a oszlopnak a segítségével, akkor rögtön tudja egy okostelefon segítségével regisztrálni a bikesafe.hu oldalon, és ennek segítsége pedig az, hogyha a kerékpárját ellopják, valamint esetlegesen bűncselekmény kapcsán felderítésre kerülnek különböző kerékpárok, és az a kerékpár regisztrálva van, akkor ennek segítségével a rendőrség is könnyebben meg fogja tudni találni a kerékpárosnak a kerékpár tulajdonosát, illetve a kerékpáros is utána tud esetleg annak nézni, hogy az adott kerékpár, amelyek most már azért valljuk be őszintén elég nagy értéket képviselnek némelyik, akkor az a kerékpár lopott-e, esetleg keresik-e, körözik-e ezt a kerékpár, és nyugodt szívvel tud így vásárolni. És erről szólt tulajdonképpen a Bike Safe program? Maga a Bike Safe program igen erről szól, ami a kerékpárosoknak, ahogy mondtam, megkönnyíti azt, hogy egy vásárolni, hogy hogyan tudnak, hogy meg tudnak győződni arról, hogy nem lopott a kerékpár, illetve a rendőrségnek is nagy segítség, hiszen ha talált kerékpárról van szó, vagy egy orgazdánál találnak több kerékpárt, akkor hogyha ez regisztrálva van ebben a rendszerben, akkor el tudunk jutni a tulajdonoshoz. A regisztrációt mindenki saját maga is megejtheti, valamint a rendőrség szervezetten szokott meghirdetni regisztrációs lehetőségeket különböző rendezvények kapcsán, ott pedig ha a kollégák regisztrálják, abban az esetben pedig akkor ott ingyenes. Közel 1500 olyan kollega van a rendőrség állományában országosan, ahol tudnak kóddal regisztrálni. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell megijednie a kerékpár tulajdonosának, hiszen ezek az adatok, amelyek őre vonatkoznak, ezek nem fognak kikerülni. Tehát abban a rendszerben, ahová ő regisztrál maga, vagy regisztráltatja a rendőr kollégák segítségével, ahhoz csak ő, illetve a rendőrség tud hozzáférni adattal. A Velencei tópartján hol vannak ilyen szervizoszlopok? Most került arra az idő, tulajdonképpen, hogy ünnepélyesen át tudjuk kitadni a Gárdony területén az egyik szervizoszlopot, valamint Pákozd területén, bent a település központjában fogunk átadni szintén egy szervizoszlopot, de szeretnénk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz pályázatot benyújtani, hogy finanszírozzák, hogy a Velencei tó partján, hiszen nagyon közkedvelt kerékpárosok körében több ilyen szervizoszlopot el tudjunk helyezni, és remélhetőleg az elkövetkezendő időszakban egy 5-6 kerékpáros szervizoszloppal fogunk gyarapodni. Itt a megyében ezek az elsők? Igen, így van, ebben a megyében ez az első, illetve ugye Pákozdon át fog kerülni nem sokára, az pedig a másik szervizoszlop. A térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki a fejlesztés kapcsán, és bízik abban, máshová is kerülnek majd ilyen szervizoszlopok. Vannak rá tervek, hogy még több helyszínen készülne ilyen Bike Safe oszlop, ami egyrészt segíti a kerékpárosoknak a regisztrációját, ami segít abban, hogyha esetleg elveszik a kerékpár, vagy eltulajdonítják, akkor hogy meg lehessen találni. Ugye most már azért nagyon drága kerékpárok is vannak, van hogy egy családban több is, úgyhogy ez egy nagyon jó cél, és jó úton haladnak a rendőrök, hiszen ezt a programot ők kezelik. A kerékpárokon rajta van egy kis bélyeg, ami mutatja, hogy regisztrálva van. Szerintem ez már eleve egy kicsit távol tartja rossz szándékú embereket a kerékpártól. Tehát ez az egyik. A szerelő oszlop, vagy szerviz oszlop
Itt megnéztem, hát mindenféle eszközök tényleg ott vannak, amit az ember azért nem nagyon szokott magával vinni, még hogyha kerékpáron különben el is férne, de hát azért nem szoktuk magunkkal cipelni ezeket. Ez itt megvan, és egy nagyon jó teljesítményű pumpa is be van építve ebbe az oszlopba. Én csak gratulálni tudok hozzá, mert szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és már itt próbálkoztam, hogy a választókerület többi kerékpár útján, hiszen egy több mint 40 kilométernyi kerékpárutat építettünk a velencei tavon túl, hiszen a Tarján és Egyek között megépült egy kerékpárút, és oda is szeretnénk ilyet. Én szerintem ez egyre népszerűbb lesz, ez egy nagyon jó kezdeményezés. A Palotavárosban ünnepélyes keretek között adták át a bűnmegelőzési központ új székhelyét. A Jancsár utca 25-ben Vörös Ferencné, alezredes, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság osztályvezetője irányításával megkezdődhet az a prevenciós munka, amelyben a segítségre szoruló állampolgárokat, közössége képviselőit hallgatják meg a jövőben. Elérkezett egy megnyitás, amit egy nagyon komoly munka előzött meg, hiszen egyeztetések kapcsán eszközök beszerzését kellett lebonyolítanunk, és hát eljött az a nap, amikor megnyitjuk a lakosság körében is ezt a kis központunkat, amit azt gondoljuk, hogy igazándiból az ő érdekeket fogják szolgálni, hiszen egy olyan objektumba tudnak beérkezni, ahol korosztályoknak megfelelő felvilágosító prevenciós előadásokat, személyes megbeszéléseket, tanácsokat tudunk adni, illetve olyan foglalkozásokat, amelyek akár óvodáskortól, akár a nyugdíjasok, iskolások érdekeit is szolgálja, az áldozattá válás elkerülésére próbáljuk felhívni a figyelmet, vagyonvédelem, ifjúságvédelem, drogprevencióval kapcsolatosan, internetbiztonsága, tehát nagyon széles az a táblázat, illetve az a paletta, amit megpróbálunk majd a lakosság, illetve az érdeklődőknek az irányában előtárni. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, hogy egy nem rendőrségi objektum, hiszen ide bárki olyan szándékkal be tud érkezni. Lehet, hogy sokan úgy vannak vele, hogy nem akarnak bemenni, de tanácsot szeretnének egy hivatásos kollégától, egy bűnmegelőzési kollégától kérni, ezt megtehetik, illetve tematikus olyan programokat is fogunk meghirdetni, amelyek itt majd a táblán szerepelni fognak, ki fogjuk írni. Ezeket bejelentkezés alapján csoportokat is fogunk tudni fogadni, iskolásokat, illetve nyugdíjas kluboktól. És ez annyiban érdekes és más, hogy nem minden esetben mi fogunk oda kimenni, hiszen rengeteg eszközünk van, amelyeket nem mindig tudunk azért bepakolni, felpakolni és mindent elvinni, megmutatni, de ide eljönnek, akkor egy állandó kiállítással tudnak szembesülni, ahol el tudjuk mondani, hogy mit jelenthet, milyen szakkifejezések vannak, melyek azok, amelyek nagyon-nagyon fontosak aznak érdekében, hogy ne legyen senki áldozat, akár egy gépjármű feltörés, lakásbetörés kapcsán, illetve nagyon gyakoriak ugye ezek az internetes csalások, unokázós csalások megelőzése, és én azt gondolom, hogy általában mindenkinek a saját problémája a legfontosabb, és nem csoportban kell akkor eljönniük, hanem itt a szakemberek ténylegesen hivatásosként, illetve olyan megoldásokat tudnak javasolni, amit lehet, hogy nem pont a rendőrségnek kell megoldani, de tudunk adni tanácsot, milyen szervezetekhez forduljanak, hol kapnak a problémára magyarázatot, illetve megoldást. Az a legjobb megelőzés, ami társadalmi összefogáson alapul, az állampolgárok, közösségek nélkül ilyen bűnmegelőzést nem lehet végezni, hangsúlyozta a megnyitón Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. A bűnmegelőzés az egy nagyon fontos dolog, és az a legjobb bűnmegelőzés, ami társadalmi összefogáson alakul. Az állampolgárok a közösségek nélkül igazi bűnmegelőzést nem lehet végezni. Az elmúlt években a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács alapítva a Nemzeti Bűnmegelőzés Stratégiára nagy hangsúlyt helyez arra, hogy minél közelebb kerüljön a bűnmegelőzési munka a lakosokhoz, az emberekhez. Csak feleleveníteném, hogy indult a Police Café programunkkal, ahol a különböző kitelepült helyszíneken a lakossággal, az állampolgárokkal, kortól és nemre való tekintet nélkül párbeszédet folytattunk, és olyan információk és ismeretek birtokába jutottunk, amely minden évben a stratégia korrigálásánál, illetve a cselekvési tervünknél meghatározó irányt jelentettek. És egyre nagyobb igény volt arra, hogy legyen egy olyan hely a nagyobb településeken, ahol a
az emberek mindenféle kötöttség és idegenkedés és rossz érzés nélkül le tudnak ülni, mert a egy-egy lakóközösség, egy-egy településnek az együttélési gondjaiból adódó rossz biztonságérzést nem biztos, hogy a rendőrségi objektumba kívánják elmondani. Oda nem mennek be az emberek szívesen. De egy olyan helyre, ami nem a rendőrségi objektumban van, hanem idézőjelben mondom, a kvázi egy civil létesítmény, oda nyugodtan be lehet menni, és egy nyílt, őszinte kommunikációt lehet folytatni, akkor ennek során át lehet adni olyan ismereteket az itt élő embereknek, hogy hogyan óvják meg vagyonukat, hogyan vigyázzanak egymásra, adott esetben milyen biztonsági rendszert építsenek ki panellakásba, társasházba, vagy kertesházba, vagy adott esetben elmondhatnak olyan történeteket, és jelezhetnek olyan eseményeket, ami ezelőtt még a hatóság előtt sem ismert, mert a bűnözés az egy nagyon gyorsan változó, és a világváltozásához nagyon gyorsan igazodnak, mert ott jogszabályok nem kötik, ők szabadon, döntésük szerint tevékenykednek, és így nagyon sok új módszer jelenik meg, és míg ez a módszer széles körbe ismert lesz, addig sok-sok bűncselekmény áldozata lesz, és ezért, ha ide eljönnek és elmondják, hogy mi történt, vagy mit hallottak, akkor a hatóság gyorsabban tud reagálni. A megelőzés is gyorsabban tud kommunikálni a médián keresztül, a sajton keresztül, vagy bármelyik rendőrségi honlapon, az önkormányzatok segítségével, iskolák segítségével. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy legyen egy olyan közösségi tér, ahol a bűnmegelőzésre kapcsolatos tudnivalókat is meg lehet szerezni, és a hatóság embereivel is őszintén és tartózkodás nélkül lehet kommunikálni. Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében elmondta, amikor a bűnmegelőzési központ rendelkezésére bocsátották a 60 négyzetméteres Jancsár utcai ingatlant, már tudatában voltak annak, hogy bár évről évre jobb közbiztonsági helyzetet mutatnak a statisztikák Székesfehérváron és közvetlen környezetében, az is látható, hogy szakmailag csak úgy lehet tovább javítani a helyzeten, ha a prevenciós munkát erősítik. Ez egy fontos központ, ami a bűnmegelőzés a prevenció tekintetében itt most egy közös együttműködésben létrejött. Nagyjából két héttel ezelőtt még rendkívüli jogrendben fogadtam el a rendőrség éves beszámolóját, ami évről évre egy jó látható folyamatban mutatja be, hogy az egyes bűnelkövetéseknél, bűncselekményeknél milyen arányokat, milyen számokat mutatnak a statisztikák. Szerencsére ezek évről évre jobb közbiztonsági helyzetet mutatnak Székesfehérváron és közvetlen környezetében. De az is látható eleme volt ennek az anyagnak, hogy ez egy szakmai beszámoló a rendőrség részéről, hogy szakmailag azt látják, hogy akkor is úgy lehet tovább lépni és tovább javítani ezeken a számokon, hogyha a prevenciós munkát tudjuk erősíteni és növelni. És mikor olvastam ezt a beszámolót, akkor már tudtam, hogy gyakorlatilag elkészült az a kis központ, amit itt a Palotavárosba átadunk, és megvannak azok a szakemberek, akik ennek a tartalmi részét élettel fogják megtölteni, hiszen ez a központ egy adottság. Szerintem jó, hogy nem szorosan a belvárosban van, hanem egy sűrű lakott városrészben. Másik oldalon pedig látszik, hogy nagyon jó, és különböző generációkat, különböző társadalmi csoportokat megszólítani képes szakmai program állt elő, ami az óvodásoktól egészen a nyugdíjas klubokig fogja segíteni ezt a fajta bűnmegelőzési tevékenységet. Varga Péter dandártábornok, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság vezetője kiemelte, egy olyan komplexum került átadásra, amely azt a célt szolgálja, hogy minél több állampolgárt tudjanak megismertetni a bűnmegelőzés alapjaival, az óvodás korúaktól a nyugdíjasokig. Letették az alapkövét a Sárbogárdi rendőrkapitányság új épületének, a beruházás összértéke mintegy 2 milliárd forint.
1978-ban kapott a rendőrség a főszolgabírói hivatal mögé egy faházat, ami tulajdonképpen nem volt más, mint egy bontott felvonulási épület. Azóta várjuk az új rendőrkapitányságot. Azt gondolom, ha mi nem egy tartalom nélküli Délfehér központ akarunk lenni, hanem egy igazi Délfehér központ, akkor annak ugye egyetlen záloga van, minden közszolgáltatást a lehető legjobb minőségben kell nyújtanunk a környékbelieknek. Ehhez feltétlenül szükséges egy 21. századi rendőrkapitányság. Nagyon várjuk. Azt kell, hogy mondjam, később beszélek is erről, hogy a város a 30. születésnapjára a tanúszoda alapkövét kapta, a 35-re meg az új rendőrkapitányságét. Ez nem is nagyon hiszem, hogy kívánhatunk mást. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár kiemelte, hogy Sárbogárd nagyon megérdemli az új épületet, hiszen az előző épületegység már nem volt minden szinten kielégítő a munkavégzés szempontjából. A közbiztonság egy nagyon fontos érték az emberek életének. Alapvető befolyásolója az, hogy milyen a közbiztonság a településén, a környékén és a saját családi közegét milyen biztonságban tudhatja. Nagyon fontos életszínvonalat jellemző érték ez. Elmondhatjuk, hogy 2010 óta Magyarországon jelentősen javult a közbiztonság, nagy mértékben csökkentek, visszaestek az ismerté vált bűncselekmények, és javult a rendőrség eredményességi mutatója. Ehhez nyilván kell az, hogy egy stabil rendőri vezetés van, hogy a rendőrség nem politikai célokat szolgál, hanem egyértelműen a polgárokat szolgálja ki, és ehhez kellenek eszközök is. Az elmúlt években nagyon jelentős eszközfejlesztés történt, gépjárművek fejlesztés, illetve a bűnügyi technikában komoly fejlesztések voltak, de hát a munkahelyek és hát a polgárokat, ahol fogadják a fogadóterek megújítására is szükség van. Sárbogárd nagyon rossz helyzetben volt ezt illetően, hiszen az itteni rendőrkapitányság egy többszörösen javítgatott, két különálló épületből álló irodas helység vagy munkahely, ezért is szükséges volt az, hogy megújuljon, de ugye az az épület tömb, vagy az a két épület már nem volt bővíthető, megújítható, így egy új rendőrkapitányság épületéről született döntés. Ez egyértelműen javítja az itt dolgozó rendőrök életkörülményeit, és én biztos vagyok benne, hogy azok, akik ügyes-bajos dolgot kell, hogy intézzenek, azoknak is egy sokkal kellemesebb környezetet teremt. Juhász Roland állami vagyonkezelésért felelős államtitkár elmondta, hogy Sárbogárd szempontjából hiánypótló beruházásról beszélhetünk az új rendőrkapitányság kapcsán. Hiánypótló beruházásról beszélünk itt, ugye, ahogy hallottuk a beszédekben, nagyon hosszú ideje tervezte a település, hogy szüksége van egy modern és korszerű rendőrkapitányságra. Én azt gondolom, hogy minden település életében a közbiztonság fenntartása nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy ezt milyen körülmények között tehetik meg a rendőrök. A másik oldalról pedig azt gondolom, hogy az állampolgárok, akiknek dolga akad a rendőrséggel, ott sem mindegy, hogy milyen körülmények között tudják megközelíteni ezt az intézményt. Ugye, ahogy elmondtam, parkolási lehetőség, és a harmadrészt pedig szintén azt gondolom, hogy a 21. század környezetvédelmi követelményeinek megfelelő épület fog elkészülni geotermikus fűtéssel és napkollektorokkal az épület tetején. Az ünnepélyes alapkő letétel előtt az időkapszula is elhelyezésre került, ünnepélyes emléket állítva az építkezés megkezdésének. A munkálatok előreláthatólag 2022 őszén fejeződnek be. Kedves nézőink, ez volt a Köztér, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!